egy nap alatt sikerült összegyűjteni ezt a rengeteg tárgyat, melyek között nagyon sok régiség és érdekesség van, mint például ez a köpülő. A tárgyakat először a karácsonyi ünnepek előtt nézhetik meg az érdeklődők. Festmények, portrék, textilek, konyhai kiegészítők, használati tárgyak és még számtalan helyi régiség lesz kiállítva a készülő Ludasi Falu Múzeumban. Egy régi álom fog most megvalósulni, hiszen már nagyon régóta a helyi közösségben megfogalmaztunk egy olyan óhajunkat, hogy nagyon jó lenne Ludas történetét kutatni, és hát mi sem tükrözi ezt jobban, mint hogy az eredmény kézzelfogható. Ludasról 1335-ből származnak az első írásos emlékek. Ez is indokoltá teszi a gyűjtemény létrehozását. Nagyon sok dolog igazolja azt, hogy itt nem csak az van, hogy régóta élnek az emberek, hanem a betonút megépítéséig nagyon sokáig elzártan is éltek. És ebből kifolyólag nagyon sok tárgyi anyag megmaradt, ami talán azt mondhatjuk, hogy egy gyorsabban fejlődő faluban már eltűnt. Ezután varták ki a kivarásokat. Úgyhogy ezt valami festékbe belemártották. A múzeum helyszíne a Ludasi plébánia hittanterme lesz, és a tervek szerint bármikor megtekinthetik majd az érdeklődők. Az életfölfogást, a múltnak a tükrét látjuk, és alakul a jövő ebből. Látjuk azt, hogy valamikor a legszebb dolgok sem voltak olyan nagy kényelmet jelentőek, mint manapság, és így tovább. Tehát a jelent sokkal jobban tudják értékelni a fiatalok, hogyha látják a régit is, és a gyökereiket nem szabad hagyni veszni. A Falu Múzeum létrehozására a Ludas civil szervezet Szabadka Város kulturális pályázatán nyert támogatást. Céljuk az, hogy a ludasiak megismerjék a környék történelmét, de a falusi turizmust is szeretnék fellendíteni. De van egy másik szarvasos is, az is hasonló.